Hát üdvözöllek benneteket, Péter vagyok az erdélyi túráktól, és tartunk Kézdi vásárhely fele, és mindjárt elhagyjuk a kászoni medencét, érkezünk itt a Kászonpataka völgye, ami minden időben szép, tavasszal, nyáron, ősszel is, de most nézzétek meg, télen is, csodálatos szép. Itt található jobbra egy horgásztó, ez tőlünk van egy 4 kilométerre, tehát nincs is olyan messzire, rengetegen járnak ide horgászni. És nézzétek ezt a gyönyörű tájat, figyeljetek, ezt! Ez. Tehát tudjátok, aki nézi a csatornámat, meg követ rendszeresen évek óta, az tudja, hogy egész Erdélyt azért már bemászkáltam, de ez a völgy úgymond a maga nemében tényleg egyedülálló, hogy hosszú is, ugye van egy kis sík rész jobbról-balról, meg ugye jobbról-balról ezek a gyönyörű hegyek, amik most nem zöldek, nem sárgák, hanem hófehérek. Hát tényleg ez fantasztikus látvány nyújt. El kell jönnötök ide, hogy megnézzétek, hogy milyen szép a kászonok, meg a Kászonpatak a völgye természetesen. És erre járunk nap, mint nap, ugye, jó, hát már minden nap, Kézdi vásárhely felé. Lehet, hogy aztán még egy kis havazást is kapunk a nyakunkba, nem tudom. De ahhoz képest, hogy mennyit havazott, meg még tegnap milyen időjárás volt, tegnap még 11-kor 9 fok meleg volt, képzeljétek el, és reggelre meg fölébredünk 0 fok, tehát éppen egy picikét olvadozott is, de hát gyönyörű. Na nem is szaporítom a szót tovább, rakok be egy kis zenét, és nézzétek azt, hogy milyen gyönyörű helyen élünk, milyen gyönyörű helyen vagyunk. És tartsatok velem máskor is itt a YouTube csatornámon. Iratkozzatok fel. És osszátok meg a filmeket. Lássa más is. Erdély szép. Nem kell elmenni ehhez a fogarasi javasokba, vagy a Hargitára. Hát ez mind a kettőnél nekem sokkal szebb. Másabb. Sziasztok!
Ha ön is szereti Erdélyt és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!